A Vajszlói napok keretében adták át a mai kor követelményeinek megfelelően felújított vajszlói piacteret. A tér termelői piacként fog működni, ahol a friss helyben termelt árukat közvetlenül a termelőktől vásárolhatják meg a helybéliek. Nem csak a termelői piac igényeket elégíti ki, hanem ettől sokkal több, hiszen kiválóan alkalmas rendezvények szervezésére az adottságainál fogva, de én feltételezem azt, hogy miután ilyen központi helyen van, és mindenkinek minden útba fog esni, szívesen fognak átjárni rajta, nyitott körbe egész, ha esne az eső tető alá is be tudnak állni. Az átadó ünnepségen Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy az elmúlt fejlesztési ciklusban a megye 8 helyszínén újultak meg piacok 2,3 milliárd forintból. Mindez azért fontos, mert ha valahol, akkor itt Baranya megyében, különösen Baranya megye déli részén igen fontos az, hogy a helyi gazdaságnak adjunk egy lendületet, egy új munkahelyeket tudjunk létrehozni, a helyi termelők, a helyi gazdaság szereplői plusz bevételhez jussanak, és egy-egy ilyen piacfejlesztés ennek a lehetőségét is magában rejti. A beruházás során térkővel burkolt, részben fedett, részben nyitott piac tér jött létre. A területen új árusító asztalokat állítanak fel, egy teljesen zárt üzlethelyiséget és egy kisebb irodát is építettek. Új vizes blokk készült, ahol akadálymentesített mosdót is kialakítottak. A villamos energiafogyasztás kiegyenlítésére napelemes energiatermelő rendszer telepítettek. Azt gondolom, hogy minden igényt ki fog elégíteni az a piac, amit megvalósult. Ez a megyei komplex fejlesztésnek a része, ezt még a terület és település fejlesztési operatív programból uniós, illetve magyar kormány által biztosított forrásokból valósította meg a település. Megyében 8 ilyen piacfejlesztés történt, és arra számítunk, hogy a kereskedők, illetve az őstermelők itótóra fognak találni. A területet még komfortosabbá teszi a megújult parkolási rendszer, mind a gépjárművek, mind a kerékpárok tekintetében, valamint megtörtént a szükséges környezetrendezés, gyepesítés, fásítás. A teljes beruházás közel 180 millió forintba került. Küldjük meg bátran, legyenek küldjük!